Szép estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm mindazokat, akik a Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat választották. Mai vendégem Csongrádi Ferenc. Szervusz! Szervusz! Szia, Csongi! Azt hiszem, ebből a beszélgetésből meg kell, hogy tudjuk, ha még esetleg valaki nem tudná, hogy miként lett egy apáca tornai kisrácból minden idők legeredményesebb fehérvári labdarúgója, aki egy legendás csapat csapatkapitányaként is szerepelt, aki a legtöbbször volt válogatott, aki a legeredményesebb, ha úgy tetszik, aki világbajnokságon is képviselte Székesfehérvárt, illetve a piros-kék színeket. Tehát induljunk el apáca tornától. Gondoljunk bele egy kis faluban, amikor a Csongrádi Ferike először labdát lát és labdába rúg. Hát 1956. március 29-én születtem apáca tornán, és hát a fiatalkori éveimet azért ott töltöttem, hiszen általános iskolába apácatornára jártam, tehát első négy évet ott végeztem el, és a felső részét pedig Tüskeváron. Gyakorlatilag a focit az első pillanattól kezdve, akkor még, annó még rongylabda is volt. Akkor még nem voltak nagyon divatosak ezek a labdák, amikkel most ma futballoznak, és hát még én láttam az fűzős focit is, az elég kellemetlen volt, amikor még fejeni kellett vele, és hát az nagy szó volt, hogy ha valakinek focilabdája volt, és nálunk, ugye négyen voltunk testvérek, hát igencsak hiány voltunk a pénznek, és ezáltal a labdának is, és járni kellett a falut, haverokat össze kellett szedni, hogy kiné van labda, kinek van labdája, és akkor úgy összejöttünk 4-en, 6-an, 8-an, 10-en, mikor, hogy, és akkor délutánonként, és a hétvégeken, szombat, vasárnap focival töltöttük el a napot. Nem kárhoztatjuk természetesen az akadémiai rendszer, de azért kiderült, hogy akkor sem kockás volt a labda, már ha volt, illetve akkor is megtanultak futballozni azok a játékosok, akik sokra vitték. Ki volt az, aki elcsábított téged Fehérvárra? Gyakorlatilag az egész történet ott kezdődött, hogy nem mindig szimpatikus volt a fehérvári csapat, bár olyan sokat nem tudtam róla. A faluba a szomszéd srác ide jár Székesfehérvárra a középiskolába, és így kerültem én is ugyanabba az iskolába, ahol ő egy két évvel idősebb volt, és így kerültem kapcsolatba gyakorlatilag Fehérvárral és a fehérvári futballal. Az első évben még nem jártam az edzésre, boka sérülésem volt, visszajártam Tüskevárra, ott játszottam felnőtt csapatban 15-16 éves, 14-15 évesen, és 71 őszén a második évben, vagy a középiskolába kezdtem, akkor kimentem még annó a Videoton gyárnál a régi pályára, és akkor Ispa is Tibi bácsi volt a serdülő csapatnak az edzője, és bár korábban már, hogy a kollégiumból a régi Szondi pálya, tudom, akik még emlékeznek rá, egy idősebbek, ahol ma a Novotel van, ott egy kézilabda pálya volt, ahol a Szondi játszotta a kézilabda meccseit, és akkor szombaton vagy vasárnap, amikor üres volt, ott játszogattunk, fociztunk, mert ott volt szemben az iskola, ott volt szemben a kollégium, és már ott akkor kialakultak olyan barátságok, itt nevet is mondanék, Rappali Laci, aki ott játszott akkor a Serdülő egybe, és hát az ő közbejárására is, hogy menjek, jó lesz ez így, és hát kimentem, edzettek, és az első alkalommal az történt, hogy Tibi bácsi mondja, hogy hát most nem tud megnézni. Hát jó, az visszasétáltam, nem volt rövid az út, Berény út végéről vissza az iskoláig, ahol a Novotel van, visszasétáltam, aztán következő alkalommal megint mentem, akkor Tibi bácsi mondta, hogy na most meg tud nézni, akkor éppen megint azt mondta, hogy valami nagyon fontos meccs van, megint nem tudott megnézni, és akkor a harmadik alkalommal elég kitartó voltam, a harmadik alkalommal megnézett, és akkor így
történt meg, ott akkor látott edzésen, akkor a következő napra már kellett hozni az 5 forintot, kellett hozni a fényképet, akkor elkészült az igazolás. A következő meccsen Lepsényben játszottunk, akkor 6 gólt rúgtam, akkor még csatárt játszottam, akkor utána már minden rendben volt, és akkor innétől kezdve indult el ez az egész történet, Serdülő 1-től. Azért az érdekes, hogy 3 esztendő alatt Serdülő, ifi tartalék, hiszen ezt lépjük át, hozzáteszem, hogy köszönjük Kispa és Tibi bácsinak, a Csicsának, aki sajnos már nincs köztünk, hogy jó szemmel harmadjára legalább konstatálta, hogy van itt egy srác, aki remek futballista lesz. 74-ben viszont már debütáltál az Üllői úton. 1974-et írtunk, és milyen furcsa a sors, az 56-osok zöme 18 esztendősen játszott már NB1-ben, te magad is. Igen, 74. Igen. Szeptember, talán szeptember 23-as szem, Ferencvárosnál játszottunk, a Kispadon voltam, és a nagy kettő Jani csinált valami kis galibát ott az oldalvonalnál, a Fradi játékosra szembe, és hát ott volt egy kis vita, minden, akkor szólt a Feri bácsi, illetve a doktor úr, ahogy mondja, többször is említette, hogy ő volt az, aki először engem betett a csapatba, hogy szólt a Feri bácsinak, hogy cseréljen be. Így történt a csere, talán a 20.-25. perc környékén, és hát egy óriási bravúrt tudtunk végrehajtani, hiszen 3-2-re nyertünk. A sérüléseken kívül kirobbanthatatlan lettél a csapatból. 2 évre ugorjunk az időbe, hiszen alapembere voltál a mindez idáig, most a bajnok csapatot kiveszem a mostanit, a legeredményesebb és az egyik legnagyszerűbb csapatnak, ez a Kovács Laci, Nagy Három, Kovács Józsi, Fejes Vék, Karsai Burcsa, Csongrádi, Karcsai Nagy Kettő, Burcsa, Csongrádi, Májer, Volek, Tíber, Szalmási, Jankovics, sorolhatnám ma mostig, Aranvölgyi, Lali, Baranyi, Sanyi. 20 esztendős voltál mindössze. Mielőtt a válogatottsághoz érünk, hiszen debütáltál a válogatottban is 76-ban, azért jegyezzük meg, hogy ez a csapat megérdemelte volna a bajnoki címet. Azóta is fáj. Oda visszatérnék, még mielőtt ez a 76-os ominózus mérkőzés történt. 76. március 27-én, két nappal a születésem előtt, 20. születésnapom előtt, argentinok ellen debütáltam a válogatottba, és ez az argentin válogatott, Ardiles Kempesvére válogatott, 2 évre rá világbajnokságot nyert, itt vertük őket 2-0-ra, és a tavasszal még ezen kívül 5 mérkőzéssel játszottam, és így érkeztünk el a Ferencváros elleni mérkőzésre, ami tulajdonképpen mi szempontunk sors döntő volt, hiszen utolsó előtti forduló volt, nekünk a győzelem lett volna igazán az elfogadható. Azzal lett volna sanszunk, utána mi Szegedre mentünk, és a Ferencváros pedig Zalaegerszegen játszott. Az, hogy mik történtek akkor abba az időben, a futballba, hát az teljesen egyértelmű volt, hogy a legjobbak voltunk. Meg is érdemeltük volna a bajnokságot. A Fradi különböző eszközöket használt arra, hogy meg tudja őrizni az első helyét, és úgy gondolom, hogy olyan aranyérmet őriznek, amiért abszolút nem dolgoztak meg, és nem is a szövöké. Jellemző a Kutas érára, hogy maga az MLS alelnöke, Kutas István is kijelentette, hogy ez reális eredmény, mert Magyarországon a Fradinak kell bajnoknak lennie. Münz úr ugyanígy gondolta, hiszen Májer Lalit kiállította, Pusztai után egyenlített. Mi a Néplégedben játszottunk tartalékbajnoki meccset, és emlékszem rá, már akkor értünk oda, amikor már 1-1 volt, és utána már nem volt esély 10 emberrel. Azért ez mély nyomot hagyott mindenkiben, azt hiszem. Úgy gondolom, hogy mi ebből lelkesülcsileg jól jöttünk ki. Teljesen egyértelmű volt. Én a saját fülemmel hallottam az öltöző folyosón, hogy a Kutas elvtárs azt mondja, hogy a magyar labdarúgás érdek azt kívánja, hogy a Fradi legyen a bajnok. Hát mindent meg is tettek az MLS részéről is, a játékvezető részéről is, és a csapat is, Ferencváros is megtett mindent, hogy ez így alakuljon, hiszen 2004-ben Juhász Pista a Népsport hasábjain kőkeményen nyilatkozva elismerte, hogy folyamatosan vették a mérkőzéseket. A lelkük rajta. Én úgy gondolom, hogy így
én nem őrizgetnék aranyérmet. És úgy gondolom, ezen hamarosan vagy gyorsan túl is kell lépni, mert ez teljesen egyértelmű volt, hogy azt mi nyertük meg. Sajnos ezt mások másképp gondolták. Az első 6 mérkőzésedre térjünk azért vissza, az egymást követte, Argentina ellen 2-0, és csak egy vereség volt, Svájctól kaptatok ki 1-0-ra. Kirobbanthatatlan voltál akkor, úgy tűnik, a csapatból. És már örültünk, hogy te leszel az első VB résztvevő, nem 82-ben, hanem 78-ban. Igen, az egy kicsit pontatlan, mert a Svájctól nem kaptunk ki. Akkor kitől? Az 1-0 volt. Nyertünk Svájcba. Mégpedig úgy, hogy a kapuba Kovács Laci volt, nagy három Kovács Józsi, a Mayer Lajos, és jó magam, tehát öten szerepeltünk a válogatottba, és azt hiszem talán Fazekas Laci góljában nyertünk 1-0-ra. De volt egy vereség, mindegy, a hatból. A hatból, hát a sorba vesszük, akkor az osztrákok ellen nyertünk, a jugoszlávok ellen döntetlen volt kint. Argentina ellen 2-0, franciákat vertük, a Pratini felálló argentinokat vertük, ezt 1-0-ra, és az ötödik, vagy ez a hatodik, az... Na mindegy, végül is. Az a lényeg, hogy tényleg azt hittük, hogy 78-ban ott a helyed, ott is volt a helyed. Miért nem utaztál végül is? 76 őszén jöttek sérülések, a gerincemmel volt egy ilyen csigolyai törés, vagy fáradásos törés, amit meg kellett operálni, és elég sok idő kellett ahhoz, mire újra csatasorba tudjak állni. Annak ellenére, hogy egy 6-7 hónap múlva már játszottam, csavarozták a gerincemet, annak ellenére nem tudtam visszanyerni azt a formámat, elég sokáig kilóttam ezzel a sérüléssel, és ezáltal elúszott a 78-as VB. Hozzátenném azt, hogy Nyilasi Tibinek ugyanez volt a problémája, ugyanezzel műtötték 86-ba, ő pedig a 86-os VB-t hagyta ki ugyanezzel. Utána viszont megint jött a válogatottság, már 1980-at írunk, akkor megint visszakerült, és 82-dik az folyamatos volt az a VB. Hogy emlékszel, mert hogy óhatatlanul is meg kell, hogy kérdezzem arra az ominózus belga meccsre a VB csoportkörben? Én kicsit visszalépnék, de majd arra is rátérünk, kicsit visszatérnék. Még ott voltak jó meccsek, Spanyolországban nyertünk, ami már elképzelhetetlen, hogy Spanyolországban nyerjél válogatott szinten meccset. Akkor itthon a spanyolokkal egy-egyet játszottunk, németekkel egy-egyet játszottunk. De ezek már azok olyan eredmények, és volt szerencsém játszani a selejtezőkön, ez már a 85-ös előtti selejtező, vagy a 86-os VB előtt a selejtezőn Hollandiába, amikor a Gullit van Basten Rijkaard játszott. De most egy kicsit előreugrottam, visszakanyarodnék a belga meccsre, nem akarom kikerülni. Én nekem teljesen tiszta lelkiismeretem. Úgy készültünk a belgák ellen, illetve nem is a belgák ellen, hanem a világbajnokságra, hogy elhangzott a Mésző Kálmán szájából, hogy velem szemben, hogy Salvador ellen kezdő leszek, és így is készültünk már a felkészülésnél a VB előtt. Így játszottuk az edzőmeccseket, és nem sokkal a VB előtt, kiutazás előtt egy pár úriember megjelent. Mondanom el, hogy hát ezek a azt hiszem a kis központi bizottságnak a tagjaiból álló stáb jelent meg Tatán. Nem tudom miért, de utána szinte semmi nem volt jó, amit csináltam. Aztán végül is kiderült, hogy mire kiértünk, már nem voltam a csapatban. Nagyon meglepő volt, nagyon érdekes volt, és meglepetés is volt, hiszen annyit mondott, annyit fűzött hozzá a kapitány, hogy támadó szellembe tudok játszani, mint a Salla is annyi, és ezért én fogok játszani. Gyengébb csapat, tehát itt támadni kell, és azért játszom én. De aztán mondom, végül is nem így alakult. Az első két meccsen nem játszottam, és akkor a belgák ellen, ugye nem csak engem ott, több csere is történt, ahogy kikaptunk az argentinoktól a második meccsen,
cserék történnek a csapatba, kihagyta a Bálint Lacit, most nem pontosan még nem tudom, ki maradt ki, de az biztos, hogy a Kerekes Attilát tette be a védelem tengelyébe, és arra az esetre, amiről kérdeztél, én visszafelé futottam, és azt hiszem a Csernyatinszki meg a Kölemansz csatárt játszottak, és én középpályára voltam válítva, a Müller-Sanyi helyére, és én visszafelé futottam, és nem tudom, hogy kinek volt az ember igazán a Kölemansz, futottam mögötte, de úgy éreztem, nem érem el, és nem is értem volna el, mert én visszafelé futottam, ő pedig ott várta a félpályán a labdát, és megint megtolta, előnybe volt gyakorlatilag, megfordult a fejembe, hogy utánugrok és felrugom, de még sokan voltunk hátul. Az egyértelmű kiállítás, akkor nyilván, ha úgy kapunk ki, megkérdezik, hogy ott minek kellett egy ilyen szándékos szabadugást vagy faltot csinálni. Nem ez történt, futottam mögötte, de ő akkor gyorsított föl. Nem értem, én nem értem, nem találkoztam, nem szembe találkoztam, előttem futott, és szembe jött a Kerekes. Ez a labda gurult a 16-os oldalvonalán végig, és a Kerekes jött ki keresztezni, és alábökött a labdának, hogy jön majd csúszik a Kölemansz, és ő meg mögötte átlép, és akkor kiviszi, kivezeti a labdát. És igen, csak a Kölemansz felülről elkanalazott, és Attila meg kiesett a vonal felé, és így a 16-os vonalától befelé viszonylag szabadon vezette a labdát. És még így is voltunk bent védők, tehát voltak bent védők, bepasszolta, pattogott a labda, és a Csernyatinszki is nem találta rendesen, kicsit pattogott a labda, és a vacsoránál a Bubának az első mondata az volt, hogy azt nem tudom, hogy lehet mondani, mert ki lehet vágni, hogy azt mondta, hogy igen, az, hogy ha meg akarom fogni, akkor megfogom, vagy illetve ha ki akarom ütni, akkor ki tudom ütni, de annyira gyenge volt a lövés, hogy meg akartam fogni. Oda jött az ölembe, és azt mondja, nem tudok mit csinálni, becsúszott a hónom alatt. Ennyi volt. Na most itt gyakorlatilag, de oda akartak kiukadni, hogy ugye a Mészáros Bubu az nem lehetett hibás, holott bement a hón alatt. A Kerekes, de ezt nem akarom mondani, a Kálmánnal együtt játszottak a Vasasba. A Kerekes Attila az bekerült úgy a csapatba a Bálint helyére, hogy nem tudta senki magyarázni. De ezt valakinek meg kellett volna magyaráznia, hogy a Kerekes Attila miért került be a csapatba, abba a helyzetbe. Na most kerestek, mentek vissza, hogy kitalálnak még olyat, aki kevésbé tud védekezni. Nem áll mögötte senki. Na most kitalálták, hogy legyek én a bűnbak. Igen. Lépjünk ezen túl, hiszen jött 1983-84, 84-85, Kovács Ferenccel, itthon pedig szárnyalni kezdett a Videoton dobogó mindkét. Tehát felnőtt egy új nemzedék, ti pedig erőtök teljében voltatok. Köszönhetően egyrészt annak a csapatnak, amely addigra összeérett. Volt előjele annak, hogy tényleg ilyen jók lesztek? Éreztétek mondjuk már 83-ban? Ott szinte minden bajnokságban domináns szerepet töltöttünk be. Most azt lehet mondani, hogy volt ott egy rossz évünk, 82-83-ban, de a többinél stabilak voltunk, és a 10 válogatottal felálló Honvédnak, akkori Fradinak olyan ellenfelé voltunk, hogy kiki meccseket játszottunk, nyertünk a Honvédnál úgy, hogy mondom, tele válogatottakkal, és azt gondolom, hogy a mi csapatunk legalább annyira erős volt, de akkor még nagyon sokat számított, mindig volt hátszél, a pesti csapatoknál mindig volt hátszél. Ugyanúgy, hogy a válogatottba is abban az időben vidékről nagyon nehéz volt bekerülni, óriási előnyöket, támogatást élveztek a pesti játékosok, meg a pesti csapatok is. Tehát ez nem volt kérdés. És ennek ellenére is jól tartottuk magunkat, és azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy bármelyik csapattal egálba tudunk lenni, és hogy ez előrevetítette azt, hogy nemzetközi szinten is igen, valahol az élet kárpótolt bennünket, mert amit nem kaptunk meg a bajnokságba, és nem csak a 76-osra gondolok, ott volt a 80-86-os időszakig is, hogy voltak furcsa eredmények.
Viszont hozzá kell tennünk, hogy az UEFA-nak már volt előjele és utána is, hiszen Intertotó veretlenül, igen, remek csapatokkal, a Göteborgot például megelőzve, aki akkor ugye a kékben szerepelt, tehát itt ez nem kicsúszott eredmény persze, volt semmiképpen. A nemzetközi meccseket játszottuk Zsinórban nyáron, tehát ha most nem kupával, akkor Intertotóval, és valóban háromszor voltunk, hogy megnyertük, és volt olyan, hogy mindenkit oda-vissza megvertünk. Tehát ez egy jó csapat volt, és már aki utánunk jövők is, akik fiatalabbak voltak, azt mondom, a Peti, Diszli Peti, a Laci, akkor a Vadi, a horvát Gabi, aki pár évvel már ők is komoly játékos múlttal rendelkeztek, hát rengeteg M1-es mérkőzés volt a lábukba, úgyhogy, és nem beszélve arra, hogy nem volt cserégetve a csapat, vagy játékos állomány. Folyamatosan szinte azonos összeállításban, vagy azonos kerettel. Egy ember, két ember jött egy évbe, két évbe, de az, tehát az biztosította az állandóságot, és hát nem beszélve arról, hogy oda nem megyek vissza, hogy Bék Tibivel, nem, az első csapat előtt már a Májer Lajossal, Józsi, tehát már előtte együtt játszottunk. Milyen volt csapatkapitánynak lenni ebben a csapatban, hiszen ez az együttes volt, minden idők mondják most, minden idők legerősebb videótonja, nem érdektelen felsorolni, hogy Disz Peti, Csuhai, Disz Laci, és Vég, Disz Laci, Csuhai, Horváth Gabi, aztán Burcsa, Csongi, Vadi, Vadász Imre, Májer, Szabó Józsi, Novak Gyuri, és még a padon a többiek. Milyen volt csapatkapitánynak lenni? Hát nem volt különösebben nehéz csapatkapitány lenni, hiszen nem is ez a lényeg, neki úgyis nehéz. Egy összetartó, egy családias légkörben élő csapatot vezettem, és hát egy nyilvánvaló biztak is benne, a srácok, optimistán álltam a játékhoz, edzésekhez, és annak tudatában is, hogy azért egy kis előnyem volt velük szemben, nagyon sokszor volt, úgyhogy ott voltam a válogatottnál, jó eredmények után jöttem vissza Hollandiába, hogy nyertünk, ez a 84-85-ös időszaknál Hollandiában nyertünk, Cipruson nyertünk, osztrákokat, és úgy jutottunk ki a VB-re, hogy már az utolsó mérkőzés nem számított, hogy mi az eredmény. És hát kellő önbizalommal tértem vissza, amikor fönt voltam edzőtáborban, vagy meccset játszottunk, és úgy gondolom, hogy jöttek velem, vagy együtt mentünk, azt mondom, együtt mentünk előre, és nem féltünk senkitől. Az a szemlélet, ami akkor a csapatban uralkodott, hogy mindenki bizonyítani akart a másiknak. Mindenki több akart lenni napról napra. Olyan példákat tudok mondani, hogy ha elmentünk az erdőbe futni, és nem lehetett követni a csapatot, hogy mit csinálnak. Elképzelhetetlen lett volna ez, hogy ott valaki keresztbe össze-vissza bóklászik az erdőbe, és nem futja le azt a távot. Azoknak leszól, hogy figyelj, ezt többször, még egyszer ezt ne csináld meg, mert ez itt nem divat. És azok el is koptak. Aki megpróbált így, ilyen szemlélettel hozzáállni az egészhez, mert a mérkőzéseken ott nem lehet elbújni. Ott nincsenek fák, ott ki kell menni és be kell bizonyítani, hogy jobb vagy. És tehát, oda kell tenned magad, és egyszerre. Szigorúak voltak. Egymáshoz is, és verseny volt. Mindenből verseny volt. Ha most a palacsintevésről lett volna szó, akkor abba. Ha most hegymászás, akkor abba. Ha most bicajozásba, abba. Pingpongba, teniszbe, mindenből. Tehát jó versenyző típusok voltunk, és nyerő típusok. Mi volt a hozadéka ennek a sikersorozatnak? És utána egy-két meccsről azért kérdezlek, hiszen egyrészt megtöltöttétek a stadiont. Voltak 15 ezeren, 20, 25, 30 a külföldi mérkőzésekre is, amikor már megismerte a játékosok nevét és a csapat nevét a közönség, teltház volt, lásd Madrid, lásd Szarajevóban, Párizsban, mindenütt jószerivel, Belgrádban nem sorolom. És ráadásul, aki a televízióban nézte, hát az volt a csúcsesemény. Tehát több millió
szurkolótok lett hirtelen. Ez megváltoztat, ez felelősséggel jár. Megváltoztatott ez benneteket, vagy rátartivá tett? Ez egy jó dolog. Hát az a foci azért van. Azért van, hogy nyilván egy kicsit, az a jó, mikor egy kicsit magadat is szórakoztatod. Hát jól érzed magad a pályán. Kell hozzá megfelelő felkészültség, de jól érzed a pályán magadat, az szórakoztat. Na az, hogy ezen kívül, hogy a te játékodon kívül, vagy a te érzéseiden kívül még tudsz hatni a közönségre, és ők is jól érzik magukat, hát ez egy szuper óriási dolog. Mellette nyilván, hogy ez volt az életünk, ez volt a szakmánk, ez volt a pénzszerzési lehetőségünk. Tehát ebből éltünk. Tehát ez egy ilyen kör. Igen, nem volt kétséges, legalábbis számunkra, a kívülállók számára, akik valamelyest azért belelátunk, hogy a 24. válogatottságodat még követi, és legalább 50-szer leszel. Aztán mégse így történt. Meg kellett, hogy állj 24-nél. Hát gyakorlatilag ez jóval több lehetett volna. Ebben bent volt az, hogy nem léptem meg azt, hogy elmegyek Fehérvárról. Hát valamennyi fővárosi csapat ott volt és keresett, hogy igazoljak hozzájuk. Ezt nem léptem meg. Egy kicsit kárpótol ez az UEFA-s dolog, tehát ez mindenképpen a döntésemet igazolná, viszont arra, hogy a manchesteri mérkőzésen, a kinti manchesteri mérkőzésen megsérültem, kibicsaklott a térdem, és utána még az Újpest meccsen, az még nem volt teljesen letörve a porc, csak valószínű, hogy berepett, és még utána egy két hét rá Újpest meccsen csereként beszálltam, mert azt beszéltük meg, csak akkor szállok be, hogyha gond van, és hát 0-0 volt a mérkőzés, és hát 20 perccel a vége előtt a Feri bácsi szólt, hogy álljak be, és akkor egy rossz mozdulatnál akkor derült ki, hogy ez le is vált, letört ez a porc, és hát nem csak porc volt, hanem keresztszalag is, és a műtétet viszont nagyon gyorsan elvégezték, de nagyon közel voltak a mérkőzések. Ugye akkor volt a manchesteri visszavágó, és azt ki kellett hagynom, a két Gio meccset ki kellett hagynom, és akkor a végén Madridban játszottam újra. Hát ez körülbelül olyan másfél hónap történése, és hát egy porccal, keresztszalaggal, mely másfél hónap után játszottam, az nem tett jót a térdemnek. Én akkor tudtam már, hogy ez az utolsó meccs, amin azt, hogy ez a csapat, akikkel mondjuk 10-15 évet együtt játszottunk, ez az utolsó fellépés, amin ebbe az összeállításba tét meccsen utoljára játszani fogunk. Nem akartam belőle kimaradni. Úgy készültem, hogy nekem nem fáj semmi. Tehát tudtam játszani egy 70 percet, az külön öröm, hogy ez a mérkőzés győzelemmel végződött. Így tudtuk zárni, és mindig mondom poénból, hogy egyetlen csapat vagyunk, aki Madridba győzni tudott, illetve mindig győzni tudott, soha nem kapott ki. Igen. Minden kerek volt akkor, és jött 86. Akkor is én, és illetve mindenki azt gondolta, hogy egyenes utad lesz a VB-re. Nem. Én már akkor tudtam, hogy nem. Hát akkor a következő évben is, még akkor voltam, indultunk ugye az UEFA kupába, akkor a második fordulóban a Légiától estünk ki, még akkor is icipici szerencségben tovább tudunk menni, és 3-4 fordulót tudtunk volna menni másik évben is. Én már nem voltam az, aki előtte játszott, közel sem tudtam azt nyújtani, és gyakorlatilag tudtam, hogy ez kevés ahhoz, hogy ez olyan sérülés, amivel már nem fog tudni olyan formába kerülni, amivel korábban. Csongi, ezzel azt mondod, hogy nem is ért akkor váratlanul, hogy 87-ben, amikor jött a tisztogatás, mert nevezhetjük így, és
távoznotok kellett? No, ha úgy tetszik, Szabó Józsinak, Mayer Lalinak és neked is? Vagy ez az egész értetetlen volt, mert azt mondják, hogy még egy évet próbálj meg, aztán kész, akkor ha úgy gondolod, akkor csinálunk egy búcsúmeccset. Nem ez történt. Én nem lepődtem meg, mert én már akkor fejbe tudtam, hogy ugye már kimaradt a VB is, én már fejbe tudtam, hogy ez már jobb nem lesz. És én, amit tudtam fejbe ebből a játékból, már a lábam olyan szinten akadályozott, nem tudtam megoldani ezeket a cseleket, ezeket a billentéseket, ami kell ahhoz, hogy irányt tudja változtatni, már ezek nem mentek. Nem tudtam olyan teljesítményt nyújtani, és én nem lepődtem meg ezen, de ettől függetlenül, hogy 15 évet lejátszottam, és majdnem 350-et játszottam a klubba, tehát így furcsa volt, de nem lepődtem meg, és én azon lepődtem meg, hogy a Szabó Józsinak meg a Matyinak is távozni kellett. De én a sajátom én nem lepődtem meg. 31 esztendősen tegyük hozzá. Igen. Beszéljünk röviden az edzői pályafutásodról. 5 NB1-es csapatot is irányítottál, jól számoltam, és háromszor a videóton, mind a háromszor más volt a név ugyanakkor. Azért mondom, hogy másikat, plusz a Sopron és a Gásszer. A Sopron akkor NB2-es volt. NB2-es volt? Igen, és a Gásszer. Hát akkoriban a Sóston azért más szelek fújtak, más szelek jártak. Nem volt olyan ütőképes a csapat, mint ami most, de akkor is jó volt edzőnek lenni. Sokkal kevesebb pénz volt, sokkal szerényebb képességű játékosokkal. Szóval hozzáteszem, hogy még akkor is sokkal több nézővel, mint amit most is láttunk a hétvégén, egy Debrecen ellen 2100 néző. Tehát azt mondom, hogy kevesebb pénzből is, még azt mondom, hogy nem, de eladható játékot tudtunk produkálni. Ha összegzésre kérlek, akkor labdarúgóként a bajnoki címen kívül jószerivel mindent elértél. Így gondolom, elégedett vagy a labdarúgó pályafutásoddal? Alakulhatott volna másképp. Ha most... Hát igen, de nem mehettetek külföldre, nem ez a másik. Külföldre, ez is. Tehát nagyon érdekesen alakulhatott volna. Én azt gondolom, hogy teljesen jó volt így. Szerettem játszani, szerettem edzeni, szerettem egy csapatot. Hát nem, mi akkor még nem gondolkodtunk abban, hogy minden fél évben másik csapatnál legyünk. Hát mi kitartottunk egymás mellett. Szerettük egymást, mondom, jó közösség volt, és hát talán ez a lényeg neki, hogy ebből lett egy ilyen eredmény, amit úgy gondolom, hogy nem bánt meg senki, hogy végignézte ezt a sorozatot. Tehát mondhatjátok Edith Piaf után szabadon, hogy nem bánok semmit sem, nem is, nincs is mit megbánni. 2016. március 29-én mit fogsz csinálni? 2016. március 29-én? Meg kell élni még. Meg kell élni, és hát egy kerek évszám lesz. Hát valószínű, hogy megünnepeljük majd valamilyen formában. Valószínű, hogy a játékosoknak a társaságában, volt játékosoknak a társaságában, hiszen nekünk ez maradt, tehát mi abban a közegben voltunk akkor is, és a futball után is megmaradt az a közeg, és abban érezzük igazán jól magunkat. Már nincs kétségem felőle, hogy fogunk még addig találkozni, de előre is boldog születésnapot kívánok, a 60. lesz, és ezt akkor most már 60-kodunk. Köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Csongrádi Ferenc volt, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!